Ezt a linket, amire külön felhívtuk a figyelmet, nagyon érdekes volt az előadás. És most pedig térjünk át Eleanor Bagley előadására. Jó napot kívánok mindenkinek, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezen a konferencián, és hogy Firenzében tartózkodhatom, csodálatos város. Én a gyermekek védelmével online foglalkozó intézet képviseletében vagyok itt. Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, megpróbáljuk beazonosítani, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek veszélyt jelentenek a gyermekekre, fenyegetéseket tárunk fel, és határokon átnyúló gyermekzaklatás kérdéskörével foglalkozunk, illetve a gyermekek kizsákmányolásával. Nagyon rövid összefoglalót szeretnék tehát adni a tevékenységi körünkről. Nagy-Britanniában számos kezdeményezést hoztunk azért, hogy a problémát visszaszorítsuk, hogy hatékonyan fellépjünk a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni harcban. Két külföldön elkövetett bűncselekményről szeretnék beszélni. És ezáltal szeretném érzékeltetni, hogy milyen megelőző tevékenységet végzünk. Az első jelenség az az átmeneti jelenség. Ez a turizmus az idegenforgalmi ágazatban nyilvánul meg. Arról van szó, hogy az utazások során milyen zaklatásoknak teszik ki a gyermekeket. Megpróbálunk elrettentő erejű fellépéseket hozni azért, hogy a jelenség visszaszoruljon. A második problémakör az egy szervezett bűnözés keretében működő bűncselekmények elkövetésével foglalkozik, illetve gyermekek zaklatásával, tehát szervezetten zaklatják a gyermekeket például iskolákban, iskolán kívül. Nagyon nagy veszélyt jelentenek azok az egyének, akik ilyen bűncselekményeket követnek el Nagy-Britanniában. Ez a két kifejezés, ami a szlájdon látható, tehát az átmeneti, illetve már a beágyazódott, mélyen meggyökeresedett, szervesen a társadalomba meggyökeresedett bűncselekmények nem az elkövetőre irányulnak, hanem magát a jelenséget jellemzik. 2012-ben 104 elkövetőről állapítottuk meg, hogy külföldön kisgyermekek, kicskorúak ellen bűncselekményeket követtek el. Őket beazonosítottuk a rendőrség segítségével. Olyan egyénekről van szó, akiket nem ismernek nemzetközi körökben, de az együttműködés kapcsán sikerült rajtuk ütnünk. Általában férfi elkövetőkről van szó,
Most egy grafikon ábrát mutatok, amely szemlélteti, hogy hány évesek az elkövetők, általában nagykorúak, hát 51-60 éves körű korcsoportot képviselnek. Hol nyilvánulnak meg, hol követik el ezeket a bűncselekményeket? 2012-es adatok szerint a bűncselekmények 75%-át Észak-Amerikában követték el, Nyugat-Európában, Észak-Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Ezek azok az országok, ahol legjellemzőbbek voltak a bűncselekmények. Fejlett országokról van szó. Nem gondolná az ember, hogy itt is történnek ilyen zaklatások, kisgyerekek szexuális kizsákmányolása. Hiszen ezen országokban megfelelő, fejlett a törvény, a jogszabályozási háttér. Ennek ellenére sajnos szembesülnünk kellett számos súlyos esettel. A narancssárga szelet 23%-ot jelöl, ez a fejlődő országokra vonatkozik, nagyon gyakran alacsony itt az emberek iskolázottsága, mély szegénységben élnek, itt a gyerekek sokkal kiszolgáltatottabbak minden tekintetben. Az általunk beazonosított elkövetők ezen országokban Dél-Kelet-Ázsiából jönnek, Európa, Közép, illetve Kelet-Európából, Afrikából. Most pedig átadom a szót Szarának, aki a megelőző kezdeményezésekről fog beszélni, amelyeket az évek során dolgoztunk ki. Köszönöm szépen, Eleanor!